Pénteken délután Szappanos Benedek, a borkultúra szakértője tartott előadást, meghívott vendégével, Dabasi Gábor borász nagymesterrel. Az érdeklődőket a Kecskeméti Katona József könyvtárba invitálták, ahol kiskóstolót is kaphattak a Kecskemét Városbora címet viselő borból, melyet idén a Gedeon pincészet kövidinkája nyert el. Az eseményen nem csak Kecskemét borát, hanem a kunsági borvidéket is megismerhették a résztvevők. Az ország legnagyobb borvidékének történetével, érdekességeivel és kultúrájával gazdagodhattak a hallgatók. Az előadó szappanos Benedek borkultúra szakértő meghívott vendége Dabasi Gábor, a Matiász János borrend borász nagymestere volt. Szappanos Benedek bemutatta a Gedeon pincészet kövidinkáját, melyet nemrégiben a Kecskemét város bora címmel tüntették ki, valamint ismertette a kunsági borvidék szőlőfajtáit és bortipusait. Napjainkban egyre nagyobb divatja van a könnyű, fehér, valamint a rozé boroknak, hiszen a nyári melegben kiváló hűsítők tudnak lenni. A kunsági borok olyan régi fajtái sem mentek ki a divatból, mint a kövidinka, az írsai olivér, melyet a kecskeméti kocsispál nemesített, vagy a kadarka és a cserszegi fűszeres. Szappanos Benedek felhívta a jelenlévők figyelmét arra is, hogy aki szeretne többet megismerni a kunsági borvidékről, azoknak ajánlja a Katona József könyvtár gazdag könyvállományát.